Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr! Tavaly augusztusban hívtam fel először a figyelmet arra, hogy a Magyar Posta átszervezésekre és bezárásokra készül. Reagáltak is rá a kormánypárti médiák, végigkürtölték, telikürtölték az országot, hogy Udás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselő álhíreket terjeszt. Azt gondolom, a vidék lakossága, sőt most már az új hírek szerint a városi lakosság is, és megmondom önnek őszintén én is, örültem volna annak, és örültünk volna annak, hogyha ezek tényleg álhírek, ugyanakkor viszont a Posta honlapján folyamatosan jelennek meg, hogy mely hivatalokat kívánják a jövőben bezárni. Legutóbb 210 település 366 postahivatalának bezárását jelentették be. Nyilván ez mindez csak ideiglenesen, mert ezt hozzátették. Tisztelt miniszterelnök úr, ideiglenesen kívánják bezárni, tehát majd tavasszal újra nyitják, úgyhogy egyébként még pedig csoportos létszámleépítésbe is bejelentettek, 300 főt fognak elküldeni. Amikor a takarékszövetkezeteket bezárták, annak jelentős részét vidéken, az egy komoly érvágás volt a vidéken élők életében. Ha a posták is bezárnak, az a végét jelentheti a vidéki pénzügyi ügyintézésnek, nagyon nagy problémákat jelenthet. Nem szokásom pusztán kritikát megfogalmazni, mert nagyon fontos egyébként, hogy megtaláljuk a felelőseket egy-egy ügyben, a megoldásra való törekvés ennél sokkal fontosabb. Ma reggel, ma délelőtt a Szerencsejáték ZRT előtt tartottam sajtótájékoztatót, ahol elmondtam, hogy a tavalyi évben nettó 701 milliárdos árbevétellel rendelkező cég, aki egyébként nagyon komoly árukapcsolásban van a Magyar Postával, segítse meg a Magyar Postát, ne a kormány közeli cégeket és személyeket támogassa a jövőben, évről évre, hanem a Magyar Postát. Szerettem volna az igazgatóval is beszélni, de nem fogadott, így majd erre szeretném megkérni, bízom benne, hogy legalább önt fogadja, és járjon közben. Ez az első lépés. A második lépés pedig az, hogy mindezt törvényi erőre emeljük. Úgy tudjuk törvényi erőre emelni, hogy a jelenlegi 1000 fő fölött kötelezően nyitva tartandó postahivatalok kapcsán kijelentjük, és törvényi erőre emeljük, hogy 500 főre legyen ez bevéve. Már volt bent egy határozati javaslatom, azt önök elutasították, most ismét bent van a parlament előtt. Kérem, hogy beszéljen a Szerencsejáték ZRT-vel, és kérem, beszéljen a frakciótársaival is, hogy támogassák a határozati javaslatot. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsoljon. Képviselő úr, a Szerencsejáték ZRT-nek ez nem hiszem, hogy bármi köze lenne, az egy állami vállalat, termel valamennyi profitot, az befizeti a költségvetésbe, és a költségvetés ön által is ismert tételei között pedig azt elköltjük, miután a költségvetés pedig deficites, ezért nincs a Szerencsejátéknak olyan többletbevétele, amit ha bármilyen állami cég megsegítésére tudna fordítani. Ellenben a postával az a helyzet, régóta küzdködünk ezzel a problémával, hogy a posta az egy vállalat, és egyben veszteséges. Emlékszik rá, tavaly is volt itt egy beszélgetés, ahol kiderült, hogy a postának a bélyeg gyűjteményét kellett megvásárolni az államnak azért, hogy törvényes módon tudjon egyáltalán pénzt juttatni a postának. Mert az unió szabályok kizárják, hogy egy veszteséges cégnek támogatást adjon a magyar állam. Tehát a postát mindenképpen belül át kell alakítani, ha ez nem történik meg, akkor a posta szolgáltatásainak a színvonala tovább hanyatlik, a szolgáltatás területe pedig zsugorodni fog. Úgyhogy kérem, hogy támogassa a magyar kormányt abban, hogy a posta teljes belső megújítását el tudjuk végezni. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Egy perces viszonválaszra Dudás Róbert képviselő úré a szó, parancsolja. Mindennemű észszerű átalakítást támogatunk. Az átalakítás viszont nem lehet az, hogy országszerte jelenleg 366-ot, és ki tudja, hogy hol a vége. Hiszen kormánypárti nyilatkozatokból kiderült, hogy egyébként legyünk csendben, mert 1600-ra van törvényi előírás és garancia, most pedig 2600 van nyitva. Még ezret be akarnak zárni? Miniszterelnök úr, azért fordultam önhöz, mert mondja, hogy állami cég a Szerencsejáték RT, bár nincs köze a postához, de állami cég. Ezért fordultam önhöz, hogy legyen rájuk hatással. Egy évvel ezelőtt az üzemanyag árak kapcsán kérdeztem önt utoljára, és az akkor elmondott kéréseim kapcsán ön elmondta, hogy azokat nem lehet megvalósítani. Eltelt egy hét, és mégis az ársapkát, amit én akkor előtte önnek javasoltam tavaly október közepén, az bevezették. Azóta ugye óriási propaganda lengi körül, hogy ezzel megmentették a magyar embereknek a tankolását és a tankolási lehetőségét. Miniszterelnök úr, arra kérem, fontolja meg mind a Szerencsejáték RT-n keresztüli, mind a törvényi lehetőségét, amit javasoltam. Ha egy héten belül ezt bejelenti, mind én, mind Magyarország egy jelentős lakossága boldog lesz. Köszönöm szépen.